Több száz gyermek és szülő gyűlt össze advent első vasárnapja előtt szombaton a szekszárdi belvárosi plébánia közösségi terében, hogy együtt készítsenek az ünnepvárásra koszorút. Ennek a tolnai megyeszékhelyen már hagyománya van, köszönhetően Janó Attiláné hitoktatónak. Ilyenkor a városból az általános iskolás, illetve középiskolás és még óvodás gyermekek is eljönnek családjaikkal, hogy közösen készítsék el az adventi koszorújukat, amit holnap a Szentmisén meg is szentelünk nekik. Az adventi koszorú készítés igazi közösségi program Szekszárdon, a szervezésben ugyanis több tucatnyian vesznek részt. Kitelepült egy ajándékárus, és nála lehet ezeket a kellékeket megvásárolni, az alapokat, a gyertyákat, mindenféle kelléket, amivel kidíszítik ők a koszorújukat. És aztán készítettünk egy fotósarkot is, illetve van egy kislány, aki folyamatosan itt a délelőtt folyamán zenél nekünk, karácsonyi dalokat csellózik, illetve gitároznak. Honvéd kadétok vagyunk, innen jöttünk Szekszárdról, ugye a Hadiból. Azért jöttünk, hogy én azért jöttem, mert a Vali, a keresztanyukám is támogassam. Én például segítek számolni, ők ketten segítenek mögöttem a gyertyákat tűzni, meg ilyenek, úgyhogy mindenben is, amiből tudunk. A délelőtti programon 4-500-an fordulnak meg minden évben, a szervezők pedig különösen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy bemutassák, miként lehet a koszorúkat a katolikus hagyományoknak megfelelően elkészíteni. Ugye az advent azt jelenti, hogy Úr jövetel, tehát hogy várakozunk adventben az Úr eljövetelére, és ennek egy gyönyörű kis jelképe az adventi koszorú. A zöld alap jelképezi a reményt, hiszen Jézus ugye mindenkinek a reménysége, az egész világ reménysége. A négy gyertya pedig ugye a négy adventi vasárnapot jelképezi. Lila, lila, rózsaszín és lila, ez a helyes sorrend, a liturgia szerinti helyes sorrend a gyertyáknak a színeiben. A hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyái. Ezek a színek ugye nem csak a gyertyán jelennek meg, hanem a templomban is, ezeken a szentmiséken, adventben, hiszen az oltár terítő, az atya szintén lila színű ruhában van, és lila színű terítő van az oltáron is. A lila szín az a kicsit az adventnek ugye a színe, az a magunkra figyelés, kicsit a befelé fordulás, olyan értelemben, hogy így átgondoljuk a tetteinket, és jó cselekedetekkel tesszük tisztába ebben az adventi időszakban a szívünket. A legtöbb családban már otthon is elkezdenek ilyenkor az ünnepre készülni. Hát először is kitakarítjuk az egész házat, utána pedig szépen feldíszítjük a házat, és kint felkapcsoljuk a világításokat. Elmegyünk misére szent estén. És amikor haza jövünk, akkor ott áll a fa, és nagy és egy csomó ajándékot van. Advent időszaka a várakozásról, a felkészülésről szól, ehhez pedig elengedhetetlen kellékek, az ilyenkor hagyományosan előkerülő díszek, vallja a mostani program szervezője. Ha valaki hazamegy és látja az adventi koszorút az asztalon, és azt meggyújtja este a család közösen a vacsoránál, végig gondolják azon a napot, esetleg akkor húzzák ki a jó cselekedetet is, tehát hogy készülni lélekben arra, hogy kit várunk mi karácsonykor, hogy mire várunk karácsonykor, hogy nem a fát fogjuk ünnepelni, és nem az ajándékokat, hanem egy különleges születésnapot.